A menekült áradattól tartanak a híradónk által megkérdezett vajdasági magyarok. Szakértők szerint több ezer migráns rekedhet Szerbiában a határon, ha felhúzzák a kerítést. A szerb miniszterelnök sokkolónak nevezte a határzár ötletét. Azt mondta, Szerbia nem követi a magyar példát, és nem fog Auschwitzban élni. Ásott halomnál akarják átlépni a szerb-magyar határt ezek az afgán menekültek. Hallottak a tervezett kerítésről, de nem hiszik, hogy ez bárkit vissza tud majd fordítani. Afganisztánban ott vannak a tálibok, az iszlám állam, rengeteg az emberrablás, naponta bombáznak. Elszomorító a helyzet, ezért hagytuk el az országot, mondta ez az afgán férfi. A híradónknak nyilatkozó vajdasági magyarok jó ötletnek tartják a határzárat, attól azonban félnek, hogy a kerítés miatt Szerbiában ragadnak a menekültek. Kárt okoznak persze, és akkor letépik a gyümölcsöt, eldobálják, sok szemetet hagynak maguk után, hogy nem jó ez nekünk se. Jönnek délután, vagy amikor éppen lerakják őket, kirakják, tarolnak mindent, úgyhogy nem számít gyümölcsös, vetemény, akármi, ők mindenen keresztül. A szerbiai szociális államtitkár humanitárius katasztrófáról beszélt a határzár miatt. Csikós László szerint 15 ezer migráns rekedne Szerbiában, ha Magyarország lezárná a határait. Ettől tart a Vajdasági Magyarok Demokratikus Közösségének elnöke is. Csonka Áron híradónknak azt mondta, hogy Szerbia nincs felkészülve a menekültek tömegére, amely a határzár miatt az országban rekedhet. Pedig 2-3 nap volt a valami átmeneti idő, ameddig Szerbiában tartózkodtak, és úgy mentek nyugat felé. Attól félünk, hogyha ez a kerítés felépül, hogy akkor sokkal tovább fognak itt időzni. Nagy probléma már így is számunkra az, hogy a Nyugat-Európából kitoloncolják a koszovói románkat, és azokat már a magyar lakótelepülésekre telepítik, és ez mind-mind kihathat arra, hogy megváltoznak az etnikai arányok. A szerb miniszterelnököt sokkolta a hír. Alekszandar Vučić, a szerbiai közszolgálati televíziónak azt mondta, Szerbia nem követi a magyar példát, nem fog falakat emelni, nem zárja be önmagát, Szerbia nem fog Auschwitzban élni. A miniszterelnök hozzátette, nem érti a lépést, de bízik benne, hogy logikus választ kap a magyar kollégáitól. Időközben az Európa Tanács emberi jogi biztosa Twitter oldalán reagált a történtekre. Meggondolatlanságnak nevezte, hogy Magyarország kerítéssel állja útját a migránsoknak. Szerinte a menedékkérelem akadályozása helyett az ahhoz való hozzáférésre kellene helyezni a hangsúlyt.